A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Önöket, a műsor állandó házigazdáját és műsorvezetőjét ezen alkalommal nélkülüznünk kell. Somos Zoli igazoltan van távol sporttól, mert hogy a téli sportokat is nagyon szereti, reméljük, hogy vigyáz magára a havas lankákon. Úgyhogy érkezett a csereember, aki most vendégből műsorvezetővé avanzsált. És már is nagy-nagy tisztelettel köszöntöm a mai kezdőkör vendégeit, Káldor Andrást, a FEOL sportújságíróját, szintén a FEOL képviseletében, Beke Zsombor, és Farkas Szilárdot, a Fehérvár Televízió kiváló riporterét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ha már itt a cserét boncolgattam, akkor mondjatok nekem ilyen emlékezetes cseréket, akár a futball, akár más sportvilágából, ami nagyon megragadt bennetek, amire igazán jó emlékezni. Ki számotokra a csereember? Megkockáztatom, Szilárd a Unitedből fogja mondani, mondjuk Solskjaert és Sheringhamet, de kezdjük Andrással. Mi a sportért történelem legnagyobb cseréje, vagy legjobb csereemberi számodra? Tudsz ilyen pillanatot felhozni? Hát, hirtelen nyilván bele kell gondolnom az elmúlt 50-51 néhány évben, hogy kik lehettek azok. Én a brazil válogatottban emlékszem például a Clodoaldo-ra, a 70-es VB-ről, szó nem volt arról, hogy ő egyáltalában kezdőember lesz, és végigjátszotta azt a világbajnokságot is fenomenálisan. Ő nekem kedvenc játékosaim közé tartozott. Tényleg? Igen. Azért sokszor nem láthattad, hogy a 70-es években azért hát még annyira nem volt tévé közvetítés. A 70-es VB-t én végig kísértem. Mármint a VB-t, az biztos, de azt már nézte. Az volt az első, amit úgy igazán figyelembe kísértél, vagy az már sokadik? A 66-osat is. A 66-os. Hát én mennyire öreg vagyok. És egyébként nyugállományú sportújságíróként most először vagy itt, tehát ilyen minőségedben igen, most igen. Ebben először vagy itt. Szóval még egyszer a név? Clodoaldo. Ő hol játszott? Ő a Santosnak volt a labdarúgója, és végig ott játszott. Úgyhogy akkor még nem voltak ilyen Európában áramlások. Nagyon-nagyon kevés brazil labdarúgó volt, aki Európába jött át játszani. Zsombor, akár a hokiból is mondhatsz olyan embert, aki negyedik sorból első soros lett, és megváltotta a világot, de maradhatunk a futballnál is. Ha már jégkorongot bekerülök, akkor kettőt mondanék. Az egyik, mindegyik hazai vizekre elveznék. Nekem, amikor csere emberekről van szó, nekem mindig Nikolić Nemanja jut eszembe, hiszen nagyon volt egy olyan időszak a André Alves mögött, még a Videóton korszakában, 2010-es évek elején, amikor Alves kezdett folyamatosan, egy csatáros játék a Mezei Gyuri bácsi által, és Nikolić beállt a 60-70. Perc környékén, és egy-két gólra mindig jó volt. De hogy amikor kezdett, sose volt eredményes, volt egy ilyen időszaka, de amikor beállt az Alves helyére vagy mellé, akkor folyamatosan jöttek a gólok. Talán a gólkirály is majdnem úgy lett egy fél szezonban, hogy legtöbbször inkább csak csereként játszott. Ha meg jégkorongról kell példát, akkor talán idei szezonban Magasi Bálintot emelném ki, aki azért inkább harmadik, negyedik soros játékosként ebben a szezonban rendre bizonyítja, hogy az első két sor vagy a Hári vagy a Bartolisék mellett igazán húzó ember tud lenni, úgyhogy én kettőjüket emelném így ki. Szilárd, akkor most te jössz, hogy a Manchester United-et fényezd. Az is szóba fog kerülni, de először egy kevésbé ismert történet. Na. A 2000-es évek elején, tényleg kevésbé ismert, ugyanis a Veszprém megyei ifi labdarúgó bajnokságban az Ajka Kristály csapatában játszott egy srác, akit általában csak a végére tettek be. Nagyon gyors volt, nagyon lelkes, kevésbé ügyes, de adott egy kis lendületet a csapatnak a végén.
amikor erre szükség volt, igen, jó magamról beszélek. Oh. Akartam, és akkor Farka Szilárdnak hívták azt a játékost. Szóval én is mindig inkább csereember voltam, nyilván nagyon amatőr szinten, de ez volt nekem is a szerepköröm, és akkor nem akarok párhuzamot vonni, és nem közhely, amit mondtál, hiszen Sheringham és Solskjær hozta le a 99-es BL döntő utolsó 3 percét, és szerintem minden szakértő szerint akár szeretik, vagy szurkoló szerint akár szeretik, akár nem a Manchester Unitedot, akkor is az volt minden idők eddigi legemlékezetesebb BL döntőjének az utolsó legemlékezetesebb 3 perces győzelme. Tehát akkor eltaláltam? Eleve őket mondtad. Annyira ismersz, hogy hihetetlen, nem is értem. Én a múltkor láttam a Beckham sorozatot, az egyik streaming szolgáltatón látható, nem tudom mennyire. Láttam. Én csak részleteket. Hát, és így visszanézve ez a 99-es BL döntő. Nekem megvan videókazettán. De még VHS-en. VHS-en. Uh-huh. De jó volt. Szilárd, te már akkor is United szurkoló, vagy akkor lettél United szurkoló? Nem divatból lettem United szurkoló, ez is egy rövid történet. Akkor lettem United szurkoló, amikor is 98-ban a Manchester, tehát a 98-99-es szezonban, és nagyon nagy szerencsém volt, ugye, mivel a végén megnyerték a BL-t, és utána már se jöttem soha többé a csapatról, de akkor lettem szurkoló, amikor is a United egy olyan csapatban volt, illetve egy olyan csoportban volt, ha jól emlékszem, ami talán akkor a halálcsoportnak számított, ugyanis rajtunk kívül, akkor mondom így a Manchester Unitedon kívül, a Barcelona, a Bayern München és a Grasshoppers talán, ha jól emlékszem, volt benne abban a csoportban, és ugye nyilván a Barcelonát, a Bayern Münchent én sokkal jobban ismertem, mint a Manchester Unitedet, és amikor Beckham rugdosta a szabadrugásait, és láttam, hogy ez mennyire ő volt a kedvenc focistám, egyébként belőle is írtam még annak a főiskolán a szakdolgozatot bizonyos szempontból, és akkor szerettem bele tulajdonképpen a csapatba Beckham teljesítménye által is. És milyen poszton játszottál Ajkán? Mivel ballábas vagyok, bal szélső és bal hátvéd voltam. Bal szélső és bal hátvéd. Andris, te futballistaként menj, te is? Te... Én jobb szélen játszottam, de játszottam középpályán is. De hát az nagyon-nagyon régen volt, és hát nem vittem olyan túlságosan sokra, mert akkor nagyon-nagyon korán megsérültem, 17 évesen, úgyhogy ilyen alsóbb szinteken Budapest bajnokság is hasonló társai. Na, van jobb lábas, bal lábas. Irányító középpályás. Én kapuban még azt hiszem jól vagyok, takarom elég nagy felületen, úgyhogy egy futsal csapatot azt hiszem kiadnák. Hát amúgy simán, bármikor indulunk. Hát ha adtok új lábakat, akkor... Hát. Elég lesz itt szerintem fifádba, mint a somozzója. Igen, egy jó fifázás, igen, vagy egy kosarazás. Ha már itt szóba jött egy, hát szebb napokat is látott nagy csapat, mint a Manchester United, olvastam egy interjút, Bartosz Zselákkal a büntető.com készített egy nagy interjút a Fehérvár mesterével, és hát felidézte az SMTK elleni kupa kiesés utáni öltözői beszélgetést, ahol Zselák elmondása szerint elbeszélgetett a játékosokkal, és sorolt nekik nagy csapatokat. Atletico Madrid, Liverpool, és az volt a játékosok feladata, hogy mondják el azt, ami először eszükbe jut ezekről a csapatokról. Liverpool, gegenpressing, City, fantasztikus technika, és az utolsó kérdés az volt, a Vidiről mi jut eszükbe. És hallgatott az öltöző, meglehetősen érdekes és tanulságos szituáció lehetett. Nektek az előző szezonban mi jutott eszetekbe a Vidiről, és csak egy szót mondjatok, és most, hogy szárnyaltak ősszel, most mi jut eszetekbe? Az előző szezonról egyértelműen a tragédia, mert az tragikus volt, amilyen szereplést láttunk tőlük, és gyakorlatilag az ESMTK meccs után az a fölívelő szakasz, amit most úgy láttunk, remélhetőleg mostantól újból folytatják ugyanezt a tendenciát, és bízom abban, hogy egyre több magyarral, mert azért lehetett látni most a felkészülések során is, hogy 2-3 külföldi van összesen a kezdőcsapatokban, amiket jelölt Zselák, és én játékosra is beszéltem, nevét nem említem, aki egyértelműen emellett szólt, hogy a magyar mag az öltözőben nagyon-nagyon sokat jelent,
és a későbbiekben is ők ezzel próbálnak pressziót gyakorolni majd a többi csapatra. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk a remény? Igen. Zsombor? Hát a katasztrófa az előző szezon végén, vagy a hitehagyosztság, talán még aha, ez is így jó lett, mert igazából nagyon sok mérkőzés volt, ahol a csapatnál volt a labda, de úgy nem tudtak vele úgy mit kezdeni, ha így őszintén megvalljuk, tehát ott sem passzolgattak a középpályán hátul, aztán ennyi volt. Az ősszel a remény, most télen egy kicsit megint a kérdések fogalmazódnak meg bennem, nyilván itt a távozók kapcsán, de amit a Bandi is említett, szerintem az viszont nagyon pozitív, hogy tényleg egyre több magyar. Kérdéses az, hogy ez mennyire fog az eredmények rovására menni, de az tényleg látszódik, hogy most kialakult egy olyan magyar mag, ami nem is feltétlenül csak ilyen rutinos öreg rókákból áll, hanem egy nagyon jó vegyítése a fiataloknak és a rutinosabbaknak, amelyik úgy tűnik, hogy tényleg az öltözőben irányt tud adni, akár szakmailag, akár mentálisan, emberileg, ami tényleg akár egy tavasz, ami nehezen indulhat, egy idegenbeli meccseknél, gyengülő kerettel sokat jelenthet, hogy ez tartást adhat belülről a csapatnak, és ebből bármilyen hullámvölgyből akár kijöhet majd a Vidi. Hát én az előző szezonra kapcsolva azt tudom csak mondani, hogy és egy kicsit majd kötni is fogok, ugye, mert én fél évig a Vidinél dolgoztam sajtósként, hogy az előző szezont nézve ott borzasztó rossz volt a légkör, ugye, a rossz eredmények miatt. Szörnyű lehetett ott lenni, ott játszani, ott bemenni minden nap, úgymond oda dolgozni, akár vezetőként, játékosként, edzőként, felső vezetőként, a back office-ba is semmit. Tehát amikor én ott voltam, és volt egy rosszabb sorozat, mondjuk egy 3-4 mérkőzéses bukta, akkor ott olyan temetői hangulat volt még az irodai, szinte az irodai dolgozók között is, hogy tényleg az ember szinte gyomorideggel ment be a helyzet miatt. Nem azért, mert rossz volt ott lenni, hanem egyszerűen a helyzet szülte azt a szituációt, hogy borzasztó rossz érzés volt ugye látni a játékosokon is, hogy most nem megy nekik. És az, hogy Zseláknak van terve, az most már látszik, hiszen ugye most már kicsúcsosodni látszik a dolog, de legalábbis egy normális kerékvágásba kerültek a dolgok, úgy látszik, hiszen jönnek az eredmények, és ugye mi fontosabb egy csapatnál, mint az eredmények, pláne a Vidinél is, hogyha vissza akar találni arra az útra, amin az elmúlt években is haladt, és tényleg a Fradival akarja felvenni a versenyt. Úgyhogy én azt mondom, hogy, és azt is mondtam eddig is, tehát van egy csapat, aki jó volt, aztán meg rossz lesz, nem focizni felejtenek el. Nem ezzel van a probléma, hiszen akkor vissza se tudnának jönni a gödörből, amiben vannak, mert ahhoz az kell, hogy jó játszanak, de az nem úgy megy, hogy akkor megtanulunk játszani, majd 10 év múlva akkor jó lesz, hanem ott hirtelen kell eredményeket produkálni. Nyilván van egy bizonyos türelmi időszak, ugye felső vezetés szinten is a vezetőedző felé. A vezetőedzőnek is azért biztos van annyi tartása, hogy neki is van, ő is ad egy türelmi időszakot magának, ad egy türelmi időszakot a játékosoknak is. És azért vannak pontosan, amit én is láttam, ezek a nagy összeülések a mérkőzések után a játékosok részéről, amikor bezárkoznak egy fél órára, ugye sajtósként nagyon rossz volt, mert akkor is ki kellett rángatni valakit interjúzni, mivel ugye szerződés van rá. Nem lehetett ott üldögélni, nekem is be kellett rontani, nagyon rossz volt, és tényleg ez egy kicsit szakmai háttér, hogy ilyenkor ezt kell csinálni, de most elindult a szekér, úgyhogy érdekesek a folyamatok. És mi lenne az a kifejezés, amivel jellemeznéd az egy szó az előző szezont és a mostanit? Az előzőt az a tragédia, én is azt mondom. A mostani pedig azt mondom, hogy nem is az alagutat találták meg, de talán ez a jó kifejezés, hogy megtalálták az alagutat, látják a fényt, a fény. Kenan Kodró egészen biztosan nem felejtett el focizni, és talán a tűz is érezhető volt benne. Nem csak az előző szezonban, hanem különösen az azt megelőző szezonban is, ebben az évadban is. De hát most már a Ferencváros játékosa, nincs mit tenni, és hogy a műsor elejére egy picit visszautaljak, ki fog felnőni, ki fog beugrani a helyébe, ki fogja tudni betölteni azt az űrt, amit Kodró hagy maga után a Vidiben. Magyarul mondva, ki fog itt gólt lőni? Hát igen, hát azért Szabó Leventének azért ez... Na, ő rá szerettem volna utalni, hogy... Ő benne úgy nézem, hogy megvan az a potenciál, hogy esetleg a helyre léphet, de feltétlenül azért kell valakit hozni, aki rutinosabb, tapasztaltabb, lehetett itt hallani angol játékosról. Szóval ilyen szempontból most a magyar mag mellett azért egy-egy rutinos külföldi nem rossz, ha van,
egy ilyen kodró szintű játékosra gondolnék elsősorban. Nehéz kérdés, mert az ősz folyamán is, ugye, amikor átállt a csapat két csatáros játékra, ugye az új felállásban, amikor elindult a szekér, ugye akkor a Kodró mellett a Szabó Levi kapott rendszeresen lehetőséget, és helye közel, de azért élt vele, de látszódott rajta, hogy azért nincs ezért egy szinten feltétlenül azért a két játékos. És nagy kérdés lesz, hogy amíg nem hoznak csatát, már pedig szerintem, ha ezt a felállási formát akarja tartani a Vidi, muszáj hozni valakiket, mert a két csatárunk van nagyjából. Tehát van a Karamoko, meg a Szabó Levi, és mellette a 19 éves Berki, meg a 16 éves Kovács Zoli fia. És azon kívül ennyi, tehát nincs más, talán még a Meinhard Zsombor van. És ez lehet a legnagyobb baj, és talán a felkészülési mérkőzéseknél is ez látszódik, hogy igazán a góllövés az nem megy egyelőre. Nagy kérdés, hogy tényleg itt a következő szűk két hétben mi van a rajtig. Egyrészt érkezik-e igazolás, másrészt Zselák valamit előránt a kalapból taktikai szinten, ami ezt megoldhatja, ezt a kérdést. Meglepődtetek azon, hogy Kodró eligazolt, Szilárd, te személy szerint? Sok a nézőpontból azt meg lehet közelíteni szerintem, hogy egyáltalán miért volt erre szükség, ugye mondják a szerződés lejártát, de most lehet eladni jó pénzért. Szüksége van rá a Vidinek, nyilván a gólokra szüksége van egy csapatnak. Az, hogy kilövi, az ebből a szempontból mindegy, viszont ő lőtte. Tehát az, hogy eladták Zselákot, vagyis bocsánat, Kodrót, az vetítheti azt előre, hogy kellett a pénz érte? Vagy tényleg most a gazdasági vonal dominált? De ha elmegy, akkor, illetve most már ugye biztos, hogy elment, akkor pedig az is bejöhet, és legyen így, hogy akik mögötte voltak eddig, azok most első számúvá léphetnek elő. Tehát ez egy nagy lehetőség lehet a második, harmadik, akár negyedik számú csatároknak is, hogy most megmutassák, mennyi van bennük, és a Vidinek is magának, mert hogyha nyilván nem a csatár szállítja a dolgokat, akkor még ha a csapat összetart és összeáll, akkor akárki is a középpályáról is, akár még a védő is fejelhet gólokat. Tehát ahhoz viszont egy másféle felállás kell, ugye egy másféle játékstílus. Úgyhogy ez is érdekes lesz, hogy változtatni fog-e a csapat, vagy pedig belenőnek a második, harmadik számú csatárok a Kodró szerepkörébe, esetleg a gólszerző szerepkörébe, fogalmazzunk így a Kodróról, már ugye nyilván nincs is, nem is kell mit beszélni. Úgyhogy ezt kell majd megnézni, és tényleg az is egy érdekes szempont, hogy terveztek-e, terveznek-e hozni valakit helyette, tehát hogy mennyire volt ez tudatosan felépített döntés, hogyha ő elmegy, nyilván ez az ilyesmit egyből meg kell beszélni, ki kell találni, hogy ez hogy legyen, mert ha eladnak valakit, akkor vagy nélküle megy tovább a csapat, vagy egy alternatívával. Ja, hát érdekes dolog ez a, hogy úgy mondjam, Vidi jelenség, ami keserítette az életünket jobbára az elmúlt időszakban. Ugye Garancs István tulajdonos a tavaly nyáron itt a nehézségek után elvágta a gordiuszi csomót azzal, hogy azt mondta, hogy a Vidinek a bennmaradása célja. Ezután következett, illetve folytatódott a szenvedés, és aztán átbillent valami, és valami elképesztő szárnyalás következett, nem csak eredményességben, hanem játékban is. Odaér a tabella első felébe, a Vidi teteje közelébe, erre adjuk a legjobb játékost. Tehát, hogy... És azért a Flores se feltétlenül hagyjuk ki a középpályára, mert van, ők is MLS-be ment tovább. És nyilván ez neki nagyon nagy előrelépés, és jó ugródeszka volt a Vidi, mert talán őt szabadon igazolható játékosként hoztuk annak idején, vagy legalábbis mintha ez rév lenne, de hogy a lényegen nem változtat, de Amerikába igazolt, de hogy ott a középpálya motorja is gyakorlatilag kiesett. És láttuk azt, hogy Zselák igazolás, hogy a Bambok, az még a felkészülési meccseken így sem játszik sokat, és hogy tavasszal meg talán egy mérkőzésen szállt be csereként, tehát ő biztos, hogy nem lehet alternatíva. Itt megint jöhetnek a fiatalok, akár a Pető Milán, de megint a Christensen és a Pető Milán mellé valamelyikkel történik valami, gyakorlatilag nincs alternatíva, csak a tizenévesek. És ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy oda is kell, és pont azt hiszem egy angol játékosról cikkeztek a napokban, de ő is most kérdéses, hogy nyáron jár le a szerződése a csapatánál, hogy a Vidi most ad-e érte pénzt, vagy megvárja, míg ingyen elhozhatja nyáron, azt tavasszal majd lesz valami alapon, történik. Egyébként az is... Nem, csak annyit,
hogy ugye ez nem a Barcelona, ahol Xavi kihúzott egy 15 éves gyereket a kalapból legutóbbi kupa meccsen. Tehát azért ezt tudomásul kell venni. Igen, igen. Mondd csak Szilárd, és akkor mondom én is utána. Csak annyi, hogy még az is érdekes, ha már nagyon belemegyünk elemezgetni a helyzetet, hogy nyilván kellenek a gólok egy csapatba, és arról beszélünk, hogy a Vidi meg a Kodró Vidibe játszik, de ezek az emberek, ugye laikusként is, meg ugye szakértőként is, szerintem ezt meg lehet jegyezni, már nem én vagyok a szakértő, csak gondolom mindkét helyről ezt megerősítenék, hogy tehát az olyan játékosok, mint Kodró, ők senkit nem megbántva, de zsoldosok, tehát ő nem a Vidi. Tehát ide jött, jól teljesített gólokat lőtt, majd ilyen-olyanoknál fogva tovább állt egy másik csapathoz. Tehát ilyen játékost, ha egyszer már találtunk, akkor találhatunk még egyszer. Aki így fog hozzáállni, és most nem azért mondom, mert elment, hanem aki így fog hozzáállni, mert azért azt valljuk be, hogy akárki érkezik mostanában a Vidihez, és most ezt laikusként mondom inkább, azt se tudjuk, hogy kicsoda. Csak majd meg fogjuk látni a teljesítményéből, nyilván a vezetés szinte, meg aki ezzel foglalkozik, pontosan utána néz, hogy itt mennyi gólt lőtt, ott hány gólt lőtt, és ugye a büdzsés is kérdéses, hogy kit tudunk megszerezni a bizonyos csatárok közül, szóval lehet találni alternatívát, az biztos. Igen, hát ahogy te fogalmaztál, ugye zsoldosból azért nem volt hiánya Vidiben, és meg is vált a csapat sok ilyen zsoldostól, akik lélekben meg semmilyen szinten nem voltak ott a pályán. Ugye Kodró viszont éppen a másik kategória volt, és értem én, hogy a Nemzeti Olajtársaság távozása után azért a büdzsében keletkeztek lukak, de hát a stabilitást már nem lenne rossz látni a Vidiben, és egy góllövő csatár az azért stabilitást ad, az biztos. Mondjuk egy jó kapus is, hogy ne csak Kodrót fényezzük, aki már távozott, de ha például hátra tekintünk, azért Tóth Balázsnak is nagy szerepe van a Vidi menetélésében. Andris, pontosan Patrik. Így van, de visszatérve az előzőekre, itt nagy kérdés, hogy a menedzserek mennyire dolgoznak a háttérbe, mert ugye ismerve a mostani struktúrát, nincsen sportigazgatója a klubnak. Igen. Nem tudjuk, hogy ki a döntés. Ki mondja azt, hogy akkor aláírhatjuk ezt a szerződést. Meg egyáltalában alkalmas-e az a játékos, akit akarunk hozni erre a feladatra. Mert az itt az utóbbi, én nem akarok 25 évben annyian megfordultak, hogy fél világot meg lehet velük tölteni, mert mindenféle náció volt már itt, és nagyon-nagyon kevesen tudtak egyeneset rúgni a bal labdába. Hát igen, ez a modern futball velejárója, jönnek-mennek a játékosok. Nyilván nehéz prognosztizálni, de mire számítotok, lesz ebből dobogó bajnokság végén? Hát 3.-4. hely környékén számolok én. Az egész jó az elmúlt szezonhoz képest. Marad ez a tendencia. Ha nem érkeznek igazolások, akkor egy kicsit pessimistább leszek. Én egy 6-8. Hely köré lőném be. És az adod rezeghet a létsz? Rezeghet, mert az a baj, hogy a 34. helyet és a 9. alig választja el pár pont. Tehát a tavasszal akár a csapat beragad a rajtnál, mert az a rossz, amit említette, a stabilitás, hogy megint volt egy nagyon jó időszakunk, és most télen megint a csupa bizonytalanságot lehet érezni a klubnál. Nincs sportigazgató, ki hozza meg a döntéseket, hozunk-e játékost, mert csak adott el egyelőre a klub, hogy most mi lesz, hogy lesz, és ezt a csapat is szerintem érzi belülről, és nyilván ők sem vakok, tehát tudják, hogy előről egy csatár, a középpályáról egy olyan, legalább olyan minőségi játékos, mint a Flores hiányzik, és ezek vethetnek föl kérdéseket, ami szerintem ugyanúgy a pályán is megmutatkozhat, és erre kell vigyázni, és erre kell vigyázni annak az öltözői magnak, amit most már emlegettünk párszor, hogy a helyzet ellenére csak arra koncentráljon az egész keret, hogy a pályára ki kell menni, és meg kell próbálni minél több pontot gyűjteni. Nyilván Zselák is azért azt jól látni, hogy most neki kezdhetne bárhol nyilatkozik, hogy hát igen, de a Kodró elment, úgyhogy nem tudom mi lesz, szeretnék még igazolni, de a klubvezetés még, mert ezért láttunk már ilyen példát, akár a Vidi, akár a magyar futball, akár a külföldi futballban, hogy a vezetőedző kvázi a sajtón keresztül üzenget, vagy jelzi a vezetőségnek, hogy mivel nem elégedett. Ez a Zseláknak abszolút pozitív tulajdonsága, hogy ő tényleg azzal próbál dolgozni, amilyen van, aztán ha jön játékos, jön, ha nem, nem.
most nem szeretném jósolgatni, abban a tekintetben, hogy hányadik helyen végzünk. Szerintem itt a folyamat a lényeg. Tehát ha csak azt mondjuk, hogy kivettünk egy góllövő csatárt, aki ugye azért mérkőzéseket döntött el, pontokat szerzett a csapat számára, és ha csak annyit mondunk, hogy ezt most kivesszük, akkor ez nyilván annyi, meg ennyi, meg annyi góllal kevesebb, éppen ezért ennyi, meg annyi ponttal kevesebb, akkor biztos, hogy rosszabb helyzetben lesz a csapat. Nyilván ennél összetettebb a dolog. Még azt mondom, és talán most ez tényleg még nagyobb igazság, hogy megint csak meg kell nézni 5 mérkőzést, 10 mérkőzést, ha hoznak a Kodró helyére valakit, ha nem. Tehát ezt azután tudjuk meg, hogy eltelik bizonyos számú forduló, hogy áll a Vidi. Tehát abból a szempontból, hogy most kevesebben lettünk, és leszünk-e többen, és ő mennyire tudja pótolni a gólokat, nem Kodrót, hanem a gólokat, aki esetleg a helyére jön. Azt egészen bizonyosan a szurkolók is megfogalmazták az elmúlt időszakban, hogy nem is feltétlenül az eredményesség, nyilván az kell ahhoz, hogy bennmaradjon a csapat, de amit szeretnének látni az, hogy a szívüket meg a lelküket kiteszik a pályára, és amikor felveszik a piros-kék mezt, azt tudják, hogy mit jelent, tudják, hogy milyen remek közösséget, milyen remek várost képviselnek. És szerintem még a pozitívumok oldalára azért felsorolható, ezt Kiliti Feri, az RBDL-es egyik jeles képviselője mondta el itt nemrég a stúdióban, hogy Bártos Zselekkal ők viszonylag rendszeresen leülnek beszélgetni, megisznak együtt egy kávét, és azért erre mostanában nem volt példa. Bártos Zselek egyénisége, én úgy látom, hogy abszolút alkalmas arra, hogy valamiféle szélesebb értelemben vett közösséget alkosson a szurkolókkal. Úgyhogy alapvetően a folyamat jó, és reméljük a legjobbakat. Nem sokára rákanyarodunk két olyan témára, ahol szerintem nem nagyon tudunk kritikát mondani, a kosárlabdára és a jégkorongra, de mielőtt ezt megtennénk, egy picit foglalkozunk az Albafehérvár KC-val, a női kézilabda NB1-ben szereplő csapattal, mert hogy én nagyon úgy látom, nem tudom mennyire értetek ezzel egyet, hogy megint egy picit, hogy úgy mondjam, beakadt a lemez. Ugye egy másodosztályú csapat, az esztergomi Vitézek ellenében kiesett a csapat a Magyar Kupából. A Ferencváros korábbi vezetőedzője, Elek Gábor vezeti ezt az esztergomi csapatot. Majd hát egy borzasztó izzadságszagú döntetlent sikeredett elérnie a csapatnak az utolsó előtti helyezett NEKA ellen itthon. Andris, te mint kézilabda szakíró, hogy látod, mi történt, vagy mi van itt? Ahogy évek óta, idén is, a lehető legrosszabb, hogy jött a világbajnokság miatt az a több mint egy hónapos, másfél hónapos szünet. Mert ugye a lányok csak edzettek, semmilyen tétmérkőzést nem játszottak, az igaz, hogy a zárt kapuk mögött a Fradival ezzel-azzal mérkőztek, de hát annak ugye egyrészt a hangulata, másrészt a tétje nem olyan, mint egy bajnoké. Na most ezek a lányok lendületben voltak, emellett megtalálta a Besser Borinak a helyét a Horváth Roland. Aki ugye sérült, hosszú időre kidőlt. Az első edzőmeccsen kidőlt a Bori 6-8 hónapra, és de gyakorlatilag újra kellett építeni a csapatnak a védekezését. Na most ez a védekezés egyelőre baromi módon nem működik. Ez látszott Esztergomban is, látszott most legutóbb pénteken. A pénteken tényleg kínszenvedés volt. Hiába, hát ott majdnem kikaptunk. Hiába dobtak ők 27 gólt, ugyanúgy kaptak 27-et. Tehát, melyik fájt jobban, ez az X vagy a kupa kiesés? Én megmondom őszintén, nekem az X. A kupa kiesés... Kupában mindig benne van az, hogy egy alacsonyabb osztályi csapat felszívja magát egy-egy alkalomra. Más kérdés az, hogy én, ahogy hallottam, nem láttam a meccset, Esztergomban az első fél időben semmi gond nem volt. Volt kapus teljesítmény, a második fél időben meg gyakorlatilag nulla kapus teljesítmény két kapustól. Amit kapura dobott az Esztergom, az bement. Tehát ennek fényében a védekezéssel volt nagyon-nagyon komoly probléma, és ezt láttam én most itt pénteken is, hogy az főleg az első félidőben nagyon sok védekezési hiba volt. Más kérdés az, hogy másik csapatnál is, tehát azért amit dobáltak, annak nagyon-nagyon kis százaléka ért a kapusnál célt.
Igen, csak itt is felhozhatjuk a stabilitást, ugye Tóth Niki az Esztergom ellen azt hiszem, hogy valamennyire extrán védett. Hát az első félidőben 40%-on védett. A második félidőben nem. Igen. De ő védett ott? Nem ő védett ott, a cserekapus védett talán, nem de, az Esztergom ellen. Ez egy rotálta őket. Igen, de hogy aztán Tóth Niki a NECA ellen meg, tehát egyáltalán nem mennek, Orbán Laura váltotta őt elég hamar a mérkőzésen. Hát, úgyhogy itt is a stabilitás az, ami igen, most például az Orbán Laura a Fradi ellen beállt arra, talán 10 perc volt, negyed óra, ragyogóan védett, először védett NB1-es meccsen. Én lehet, hogy megpróbáltam volna ővele kezdeni, bár nem tudom ezt az a Lolinak a tisztje ezt eldönteni, de kétségtelen az, hogy Nikinek nem ment. Hát azért ne poroljuk el rajta a sikertelenséget egyáltalán. Nem. Egy kiváló kapus. De hát reméljük, hogy rendeződik az Alba-Fehérvár KC-nál a helyzet, mert ez tényleg nem nézett ki jól ez a NECA elleni mérkőzés. Na kanyarodjunk rá akkor, hát nem is tudom melyikkel kezdjünk. Szerintem kezdjünk a jégkoronggal, mert hogy hétvégén Magyar Kupa és a DAB Fehérvár megyei rangadó lesz az elődöntőben. Épp itt a felvétel előtt beszélgettük, hogy mikor is nyert legutóbb a Volán Magyar Kupát, és azért ez egy fájdalmas gondolkodás volt, mert nem ma volt. Hát erősen fájdalmas, főleg úgy, hogy tényleg én azért szurkolóként is nagyon régóta követtem a jégkorongot, és még nekem is fájdalmas volt visszalapozni a statisztikába, hogy 2018-19-es szezonban, ha jól láttam, nyertük meg utoljára a Magyar Kupát. Azóta gyakorlatilag talán egy kivétele, de minden évben ott volt a csapat a döntőbe, de vagy a Deac, vagy a BEA, vagy a Fradi elhapolta a kupát. Ugye ez nagyon fájó pont szerintem minden fehérvári hokiszurkolónak, vagy akár a klubvezetésnek is. Hogy idén mi lesz, az egy megint jó kérdés. Ugye a DAB ellen azért, ha szívünkre tesszük a kezünket, kötelező a döntőbe jutás. Bármilyen összeállításban játszik a Volán, mert pont kedd este játszik a Füllek ellen a Hidrofehérvár itthon, és a Kis Dávid nyilatkozta, hogy azért vannak sérültek betegek, tehát ki tudja, hogy kedd este vagy hétvégére ki lesz bevethető. Én azt gondolom, a DAB ellen bármilyen összeállításban, ha még mondjuk a Titánokból fölhívnak egy vagy két sort, is kötelező döntőbe jutni. Hogy ott a Fradi, illetve a BEA párharcából kikerül ki győztesen, az jó kérdés. De az már nem lesz egy olyan egyszerű történet, mert azért a Fradinál nagyon sok rutinos, akár légiós, akár magyar játékos van. A BEA mellett meg talán a fiatalos lendület szólhat, és hát ők a címvédők. Szóval nem lesz egyszerű, de illene azért most már van nyerni a Magyar Kupát, főleg annak tudatában, hogy jelenleg második az Ice Age-ben a csapat, és egy-két hullámvölgyet leszámítva, gyakorlatilag az első fordulóktól kezdve az első négybe helyezkedik el a gárda, úgyhogy reménykedjük, hogy megtörik a... Igen, nem is az, hogy illene, szerintem az, én az elmúlt években is ezt tartottam magam, és szerintem nyugodtan ki lehet mondani, hogyha nem a Fehérvár nyeri a Magyar Kupát, az ciki. Egyébként ezt akartam éppen mondani, hogy igen, tehát illene megnyerni, amiről ugye ti is szóltatok már, és nagyon érdekes tényleg azt látni, hogy azért valljuk be, és senkit nem megbántva, de azért az Ice-ba sokkal jobb csapatok ellen játszik folyamatosan a csapat, mint akár a magyar csapatok közül bárki is. Tehát nem tudom, de az első néhány valamelyikére nyilván egyik csapat sem férne be, mert akkor ott lennének. És hogy miért fogy el a szufla a végére? Mennyire fontos a magyar, biztos nagyon fontos, csak tehát mentálisan biztos van benne valami olyasmi, hogy nagyon fontos a Magyar Kupa, de mégis elfogy valami a döntőkben. Tehát ez csak valami mentalitáson, valami utolsó kis csavartekergetése, ha már Forma 1-hez egy picit lehet kötni, hogy ott az autók beállítása is, a többi, és tényleg, hogyha egy millimétert húzod, de ez megint más kérdés. Szóval ott mi az a pici, ami kellene ahhoz, hogy amikor ott vannak, akkor átlépjék most már tényleg azt mondom a saját árnyékukat, mert ennyi döntőt játszani egy olyan csapatnak, aki sokkal jobb, mint az ellenfél, általánosságban nem lehet elveszíteni.
Igen, hát kétségkívül a motivációs szint lehet a kulcs, mert az biztos, hogy a Hidrofehérvár a V19 mindenkori ellenfele a döntőben azt egy BL döntőként éli meg az ellenfél. Nyilván mondjuk tehát a Frad is egy futottak még kategória, de nyilván nem az a szint, mint a Hidrofehérvár a V19. A Fradi idén a BL-ben egész szépen menetelt. Igen, tehát hogy tényleg a motivációs szint. És ezzel azért voltak gondok, ugye? Hát emiatt azért innen rúgtak ki edzőt Fehérvárról, Magyar Kupa kudarc után. Ántik Árhola tudna róla is. Általában edzőbuktató szokott lenni egy ilyen. Igen. Lehet, hogy a Dudu is remek most a Magyar Kupa előtt. Nem hiszem, tényleg jó lenne ezt behúzni, hogy megmutatni akár a hazai szurkolói közegnek is, hogy azért még mindig a volán a legjobb, és ezt be is tudja bizonyítani a pályán. Igen, amit mondtál, minden csapat ellenük szívja fel, és talán más játékstílus kell egy picit a csapattól, és erre nehéz mindig átkattanni. Mert azért az Ice Age-el egy nagyon fizikális játék, akár egy Katz Salzburger, tényleg minden ütközésben energia van. És azt meg látszik néha a Magyar Kupa döntőkön, és most nem bírózni akarok, Isten ments, ezt meghagyom a Hári Jancsinak majd a nyilatkozatokba, de hogy tényleg nagyon sok kiállítást összeszed a csapat, mert pont ez a fizikális különbség kijön, hogy amilyen ütközést elnéznek az Ice Age-ben, sőt az elvárt, hogy úgy menjél bele abba az ütközésbe, az lehet, hogy egy ilyen szinten a bírók mondjuk nem nézik olyan jó szemmel, vagy akár az ellenfél nem annyira partner benne. Szóval ezért ezekben mindig van ilyen veszély, de ha játékerőt nézzük, tényleg meg kell nyerni ezt a Magyar Kupát. Hát előre tekintve egy fináléra, azért ugye az előmeccsen a Fradia BA-val biztos, hogy egy rendkívül kiélezett meccset fog játszani, és nagyon fogják egymást verni, és én megmondom őszintén, egy hosszabbításos, szétlövéses meccse számítok ott. Tehát azért az valószínű, ki fog venni egyik vagy másik félből a fináléra energiát. Igen, Kis Dávid abszolút maradandót alkot a Hidrofehérvár a V19 élén, immáron ettől a szezontól kezdve vezetőedzőként, úgyhogy a Magyar Kupát is behúzza, ez tényleg történelmi szezon lesz így. Akár két kupával zárhatjuk. És még előttünk a rájátszás az Ice Age-ben. Hát igen, és tényleg azt le tudná rakni a Dudu azt, amit nagyon hosszú évek óta külföldi edzőknek sem sikerült, ugye a Magyar Kupa aranyérem. És talán ebből a szempontból jobb is a magyar edző személye, mert hogy talán jobban tudja motiválni nem csak a külföldieket, hanem a magyarokat is, hogy gyerekek azért mutassuk már meg, hogy itt ki az úr a háznál, és tényleg akkor csapjunk oda, és akkor nincs kegyelem dabot kiverni, még utána meg a BIA és a Fradi, tök mindegy melyik jön, el kell kapni őket. Ami az Arkonik Alba Fehérvár együttesét illeti, a kosárlabda bajnokságban továbbra is őrzi hazai veretlenségét a csapat, hiszen viszonylag magabiztosan a Kecskemét, az Ivkovics Stoján irányította Kecskemét együttesét sikerült itthon legyőznünk, és most a Falkó következik, de nem a bajnokságban, hanem a Magyar Kupa negyed döntőjében, a négyes döntőben, a négy közé jutásért a tét a Szombathely ellen. Hát szokták volt mondani, hogy előrehozott finálé. Mennyire értetek egyet, ha most azt mondom, hogy ez annak tekinthető? Feltétlenül, attól függetlenül, hogy Alejandro Zubillaga a szombati mérkőzés után sajtótájékoztatón kikelt magából a sorsolás miatt, és mondta, hogy nagyon nem jó ez így, hogy ez a két csapat kerül még a negyed döntőben egymással szemben, úgyhogy tényleg ez egy előrehozott döntő. Aztán nagy kérdés az, hogy ebből mi fog kisülni. Én megkockáztatom azt, hogy ha az Alba úgy játszik, ahogy szombaton, akkor ebből nem lesz jó. Nem lesz jó vége. Tehát nem lesz jó vége. Lesz igen, jó azért vége. Volt egy kis megbicsaklás a Kecskemét ellen, mert visszajött a meccsbe gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag háromnegyeden keresztül azonos igen. Partner volt, de aztán fizikálisan legyűrt őket az Alba, tehát az látszott, hogy fizikálisan tolja magasan föléjük. Nőtek, és főleg az utolsó 10 percben látszott, hogy elfáradta Kecskemét. Tehát ez a Szombathely ellen szerintem kevés lesz. Hát az Alba, ugye azt látni kell, hogy az Alba a bajnokságban szerintem legalábbis saját maga ellen harcol, és a Falkó ellen. Úgy értem ezt olyan szinten, hogy teljesen mindegy, hogy legyőzik a Falkót az összes mérkőzésen a bajnokságban, amikor találkozunk velük, ha többi csapattól vereséget szenvedünk, teljesen mindegy lenne. Tehát
ott egy picit más nézőpontok vannak, nyilván sokkal másabb nézőpontok vannak a bajnokságban, de a kupában most itt nem lehet eketóriázni. Tehát itt igenis ellenük kell menni, nyilván nincs is más választás, őket kell legyőzni, és ennyi. Tehát, hogyha sikerül őket legyőzni, azt hiszem, hogy az a bajnokságban is egy további hatalmas hajtóerőt jelentene a csapatnak. Aztán nagy kérdés az, hogy Ázsia Fillmore, akit ugye megválasztottak a hónap játékosának, éppen milyen cipőt húz fel, mert ugye a szombaton soha még idáig, amióta itt játszik Fehérván, 0 pontot nem sikerült elérnie, most 0 pontos volt. Ő pedig egyik meghatározó játékosa az Albának, és várjuk tőle a pontokat. És az a baj, hogy a Falko annyi játékos keret annyival mélyebb és bővebb, hogy tényleg az Albánál minden egyes játékosnak gyakorlatilag maximumot, vagy még annál is többet kell nyújtani ahhoz, hogy legyen esélye a Fehérvárnak a Falko otthonában. És ez lesz nagyon nehéz, hogy ha mindkét csapat hozza a jó formáját, akkor azért valljuk be, a Falko az esélyesebb, nem is kicsivel, mert gyakorlatilag 10-12 olyan játékosuk van, akik bármikor bevethetők, és bármikor el tudják dönteni a mérkőzést. És ezt ugye az Alba nem feltétlenül tudja felmutatni, de ha mondjuk a Szombathely kicsit kifogna egy rosszabb napot, vagy fásultabb lenne, az Albánál jönnek a maximum teljesítmények, vagy a plusz teljesítmények, akkor igenis lehet keresni való, de azzal egyet kell érteni, hogy ez a sorsolás, ez így nem fair, vagy mondhatjuk azt, hogy nem fair, mert a két legjobb csapat még nem is jut el a 4-es döntőig, és ott találkozik. Tehát, hogy és a 4-es döntőben ott lesz az egyiken kívül 3 olyan csapat, aki egyértelműen rosszabb, mint aki kiesett a 4-es döntőben. Tehát akkor kiemelés kellene a sorsoláskor? Az nem, azt mondjátok, nem, hogy nem tudom. Lehet, hogy a bajnoki helyezéseket kéne valahogy jobban belehelyezni, vagy akkor tényleg legyenek több 4-es döntős párharc, vagy valami más rendszer, akár az, mint a Ékonom, hogy a címvédő az egyenes jogon legyen ott a 4-es döntőbe. Akár az is lehetne opció, és akkor a másik 3 helyét meg kitalálni egy rendszert talán. De nem dolgozom az MKOS-nél, úgyhogy nem adok. Andis, te hogy csinálnád? Én kiemeléssel. Tehát valami hasonló, mint ahogy a Ékoromban is van. Szilárd, szerinted ez fair rendszer, ez így okés? Hát, egyetértesz Cubi Jágamesterrel, vagy... Most ha más lett volna a szituáció, akkor ugye nyilván nincs a kiakadás. Tehát ez most így alakult, nincs miről beszélni szerintem. Így van. Így van, annyi viszont bizonyos, hogy megőrizte hazai veretlenségét a bajnokságban az Arkoni Karba Fehérvár. Ezt lehet, hogy pár perccel ezelőtt rosszul mondtam, hogy az egész bajnokságot tekintve őrzi, csak hazai pályán. De egyébként elnézve a csapat teljesítményét és mentalitását, ha bár oroszlányban is azért becsúszott egy kis probléma, az sikerült megnyerni Kecskemét ellen is, azt is sikerült megnyerni, de hogy azért néhány ínséges szezon után azért ott vagyunk nagyjából stabilan az elején a mezőnynek, vagy épp tavaly a fináléban, de az nem tudom, ti hogy látjátok, de az egész biztos, hogy ez így mind nagyon szép és jó, amit Cubi Ága mester meg a csapat csinál, de az biztos, hogy a Falko árnyékából csak akkor tud ez a csapat kilépni, ha Falkót legyőzi minden körülmények között. És akkor egy újabb igazi aranykor jöhet Fehérvárra. Én ezt így látom, nem tudom, mennyire értetek ezzel egyet. Mindig harcolni kellett a démonokkal, jó volt előtte a Szolnok ellen a Igen. éveken keresztül, hogy a döntőbe elvéreztünk, vagy éppen egy nagyon-nagyon fontos meccsen, most a Szolnok helyre lépett a Falko, tehát tényleg át kellene jöttni azon az árnyékon. Én még annak idején a Sinorban 3 megnyert bajnoki címnek személyes tanúja voltam, és azok a csapatok tényleg egymástán 3 évben olyat tudtak letenni az asztalra, ami megsüvegelendő. Én megmondom, hogy én nagyon vártam ettől a szezontól, hogy várom ettől a szezontól, csak tényleg az az árnyék, a Falko árnyékát kéne átlépnünk. És azt is fontos szerintem kiemelni, hogy a Falko az nem a Momusunk. Tehát nem a Momusunk, hanem egy nagyon-nagyon jó csapat, talán még nálunk is jobb csapat. Úgyhogy tényleg csak ez az egy út van, hogy megmutatni azt, sőt, még az a hasonlót is eszembe jutott, hogy a Falko esetleg a foci viszonylatában az Albának a Fradia. Tulajdonképpen őket kell elkapni,
őket kell legyőzni, meg kell mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak, és minden egyes mérkőzésnek erről kell szólnia. Tehát ez itt mondjuk, hogy élet-halálharc, de aztán már ledurogtassunk több közhelyet. Hát ennek a harcnak a következő felvonása a Magyar Kupa negyed döntőjében. Zsombor, tiéd lehet a zárszó. Hát fontos lenne egy Falco elleni siker, mert ez az üzenet lenne nekik a bajnoki finálére nézve, hogy igenis itt vagyunk, igenis hiába van kétszer annyi játékosatok, itt vagyunk és meg tudunk titeket verni, úgyhogy reméljük sikerül. Reméljük ezt az adást Szombathelyen is. És kapom néztük a leveleket Szombathelyre, mit képzelek? Köszönjük szépen, köszönöm szépen a szakértő hozzászólásaitokat, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét kezdőkör, a műsorvezető majd már ide. Csusszan a sílécéről lelépve, Zsomor Zoltán várja majd önöket a megszokott rendben jövő hét kedden. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.